A Kijev melletti Bucsában elkövetett atrocitásokról szóló hírek hatására sorban utasítják ki az orosz diplomatákat Európából. Svédország 30, Franciaország 35, Spanyolország 25, Dánia 15 orosz diplomatát utasított ki kedden. Az olasz kormány 30 orosz diplomatát utasít ki, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Luigi Di Maio külügyminiszter úgy fogalmazott, a döntést a római kormány más európai és atlanti partnerekkel egyeztetve velük egyetértésben hozta meg. Az intézkedést nemzetbiztonsági okok, valamint az Ukrajna igazolatlan megtámadását követő válsághelyzet tette szükségessé. Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Dmitri Medvegyev válaszul közölte, hogy megtorlást fog alkalmazni és becsapja az ajtót a nyugati nagykövetségek előtt. A Kreml szóvivője Dmitri Peszkov pedig úgy fogalmazott, a diplomáciai kommunikáció, a diplomáciai munka lehetőségeinek beszűkítése ilyen nehéz körülmények között példátlan egy válsághelyzetben. Ez egy olyan rövidlátó lépés, amely egyrészt megnehezíti a megbékélés érdekében szükséges kommunikációt, másrészt elkerülhetetlenül kölcsönös lépésekhez vezet. Berlin még hétfőn közölte, hogy a Németország orosz diplomáciai és konzuli állomány 40 tagjának kell távoznia. Litvánia ugyancsak hétfőn utasította ki az orosz nagykövetet. A német külügyminiszter pedig arra szólította fel az Európai Uniót, hogy teljes mértékben szüntesse meg az Oroszországban kitermelt fosszilis energiahordozók importját.